Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Neokon főszerkesztő helyettese, meg annyi zsidó médium alapítója, üzemeltetője, Seres Attila újságíró, mérnök, zenész. Szia Attila, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek a szukott vége felé. Ezt ilyenkor azt mondják, hogy Moadim lesz Imhá, ez még fél ünnep, aztán a kora esti órákban ránk köszönt a sabat is, aztán lesz itt nagy tóra táncoltatás, lesz itt a világon minden. A Neokonnál mi a hét legkiemelkedőbb eseménye? Mert nálunk itt a heti tévében a legnagyobb esemény az most, hogy Szíriába a polgárháború tovább fejlődött, és közel 100 halottja van egy katonai tisztavatásnak, éppen hogy a szír honvédelmi miniszter megúszta, mert befejezték a tisztavatást és elment, és a helyzet fokozódik a térségben. Hát Szíriában szerintem ez teljesen törvényszerű, hogy időnként fokozódik, időnként csitul a helyzet, ugyanis ugye viszonylag kevés szó esik Szíriáról, általában a magyar hírekben csak az szokott bekerülni, hogy megint lezárták az aleppói repülőteret, vagy hogy a Damaszkus támadta az izraeli hadsereg, ilyen hírek szoktak megjelenni. De most az izraeli hadsereg nem csinált semmit. Ami persze nem igaz, mert nem Damaszkus szokta ilyenkor támadni, hanem a Damaszkus melletti katonai támaszpontokon azokat az iráni fegyverszállítmányokat próbálja mindig megsemmisíteni, amiket a Hezbollának szánnak. De itt most jelen esetben az elnöknek az ellenségei, a belpolitikai ellenfelei támadták meg a katonai bázist, akik tulajdonképpen különböző terrorszervezeteknek meleg otthonát biztosítják a szír területeken. Meleg ágyat, igen. Hát tulajdonképpen ezt akartam kihozni az előző mondatomból is, hogy a hírekben kevés szó esik arról, hogy Szíria gyakorlatilag egy bukott állam, és hát a legitim vezetésnek, tehát a nemzetközileg elismert vezetésnek, Assad kormányának csak egy Szíriának csak egy része fölött van szuverenitása. Tehát most, hogy az utóbbi egy-két évben így elcsitultak egy kicsit a polgárháborúnak a hullámai, mert tulajdonképpen ott egy befagyott konfliktussal van dolgunk. Az ország azt hiszem talán a 40%-kal fölött gyakorolja csak a szuverenitását a kormány. A területnek a többi része az gyakorlatilag a korábbi ellenzék, tehát az Assad ellenségeinek a felügyelete alatt áll, akik nagyon érdekes megoszlást mutatnak, ugyanis ezek tulajdonképpen török támogatást élveznek. Részben, de nagyon érdekes, hogy a drúzok is elégedetlenek a szír vezetéssel, egyre jobban mennek fölfelé, és helyi kis háborúk törnek ki. Közalkalmazottaknak azt hiszem havi 10 dolláros fizetésüket sem kapják meg. Igen, hát erről is viszonylag keveset tudtunk beszélni, a drúzokról, akik egy egész különleges népcsoportot a térségben. Hát etnikailag ugye ők is arabok, de viszont vallásukat tekintve teljesen elkülönülnek a környezetük, tehát egy egész speciális. Hát tulajdonképpen, hogyha jól emlékszem, hogyha jól olvastam, akkor a muszlim valláshoz hasonló, de attól teljesen elkülönül törzsi vallásuk van. És ők a térségben, mind a három érintett országban, tehát Szíriában, Libanonban és Izraelben is ott a Golán-fennsíkon vannak leginkább. Igazából az ő életük,
az ő életüket nehezíti meg talán a legjobban ez a konfliktus, ugyanis a három ország közötti állandó ellenségeskedés, évtizedek óta zajló ellenségeskedés gyakorlatilag az ő törzsi kapcsolataikat teszi lehetetlenné. Azt hiszem, volt egy ilyen film, talán te is emlékszel rá, a Szíriai Menyasszony című Igen. film, ami a Golán fennsíkon játszódik, és ami pont ennek a jobb sorsra érdemes népnek az egyik ilyen szokását mutatja be. Ők, a drúzok egyébként Izraelben abszolút lojálisak a cionista entitással, tehát a zsidó állammal. Ők szolgálnak is az Izrael államnak a hadseregébe, és egész magas rangú katonákat is, tábornokokat is szoktak adni. Tehát ez az egyik része a szíriai dolognak, és hát a másik része pedig hát Irán. Ugye Irán olyan, mint a piszkos Fred, mindenhol kavarja, és hát itt is érdemes talán azt megemlíteni azt a vallási vonatkozást, hogy a Assadnak a rezsimje, a szíriai legitim hatalomnak a rezsimje, az egy kisebbségi vallási közösségnek, vallási törzsnek a képviselője, ők az úgynevezett alaviták, amelyik a nagy iszlám mozgalmak között a síitákhoz tartozik. És a síiták, amik viszont az iszlám világon belül a kisebbség, a 20%-os kisebbség, a síitáknak a fő bázisa az Irán. És hát a térségben ezért is van az, hogy ennyire nehezen boldogulnak, például Irakban is, ugye, amiről szintén kevés szó esik, Irakban is és Szíriában is a hagyományos államok, mert hogy hát ezek a vallási ellentétek, ezek nagyon erősen tagolják. Attila, mivel magyarázod azt, hogy az izraeli ellenzéki párt egyik vezetőjét az amerikai kollégája nagy szeretettel fogadta az Amerikai Egyesült Államokban? Vajon miről lehet ott szó? Talán meg akarnak ágyazni ennek a szaúdi-izraeli egyezménynek, hogy az ellenzéki pártokkal is tárgyal már Amerika? Igen, hát ugye arról sokat szoktunk beszélni, hogy mennyire megosztott az izraeli politika, az izraeli társadalom, és ebben a nagy zűrzavarban, ebben a nagy zajban nagyon fontos körülmény az, hogy viszont a külpolitikában legyen valami fajta konszenzus. Azért hagyományosan az izraeli belpolitikai konfliktusok ellenére a külpolitikában azért ezt általában sikerül is megoldani. És most nagyon jó, hogy felhívtad erre a figyelmet, egy nagyon nagy volt erejű kérdésről van szó, amiben ki kell alakítani valamilyen konszenzust, ez pedig a szaúdiakkal való megállapodás, a szaúdiakkal való békekötés. Ez egy kicsit talán furcsa hangzik így a legutóbbi konfliktus óta, mert ugye Szaúd-Arábiával 1967-ben volt utoljára konfliktusa Izraelnek, de arról is keveset szoktunk beszélni, most az a keveset beszélt témáknak az adása, hogy Izrael és Szaúd-Arábia formálisan hadi állapotban áll egymással a hatnapos háború óta, tehát közöttük nem történt soha békekötés. A 73-as háborúból ők már kimaradtak, a 73-as Jom Kippuri háborút, az csak Egyiptom és Szíria vállalta be. Tehát ezért nagyon fontos a Szaúd-Arábiával a békekötés, hogy a Szaúd-Arábiának a politikai és gazdasági jelentőségét a térségben nem is szükséges hangsúlyozni. És az Ábrahám egyezményeknek a folyamatában már évek óta várjuk, ugye mióta már 3 éve várjuk, hogy Szaúd-Arábiát is sikerül ebbe becsatlakoztatni, de eddig nem sikerült. És most vannak nagyon bíztató jelek, és a bíztató jelek között van egy nagyon fontos momentum, ez pedig a szaúdi nukleáris atomenergia programnak a kérdése.
Hát Izrael számára ez egy nagyon kényes kérdés, mert ugye Izraelnek nagyon erős a hadserege, de hogyha valaki atommal fenyegetni az ellenségei atomfegyverzet jutnának, akkor, hát akkor komoly kihívásokkal állna szemben, mert hiába van esetleg Izraelnek is atomfegyvere, hogyha a többiek előbb vetik be, akkor Izrael államnak a léte valóban veszélybe kerülne. Ezért Izrael eddig mindeddig nagyon határozottan ellenzett mindenfajta nukleáris programot az arab, illetve az iszlám térségben, mivel sose lehet tudni, hogy onnan mikor éri támadás a zsidó államot. De erről majd erről majd részleteket hétfőn, amikor te fogod vezetni a Világ zsidó szemmel című műsort, és akkor ezt majd részletesen megbeszéljük. Jó, de akkor röviden válaszolok a kérdésre, de valóban egy kicsit messzire mentem a kibontásával, tehát hogy azért tárgyalt az amerikai elnök az izraeli ellenzék vezetőjével, hogy rávegye, hogy az izraeli ellenzék is támogassa azt, hogy a szaudi béke fejében áraként a Szaúd-Arábia atomenergiához jusson. És akkor valóban ezt majd hétfőn fogjuk részletesebben megbeszélni. Attila, annyi időnk maradt még, hogy azt mondjam neked, hogy Moadim leszimhá, meg hogy Shabbat Shalom, nagyon kellemes hétvégét, és akkor hétfőn várnak téged a képernyő előtt otthon a nézők, és biztos izgalmas műsor lesz. Helyettetek én elmegyek egy kongresszusra, és utána majd beszámolok, hogy mi történik. Mi történt a nagyvilágban, ameddig ti a nagyvilággal foglalkoztatok. Shabbat Shalom! Kedves nézőim! Shabbat Shalom mindenki! Seres Attilát, a Neokon főszerkesztő helyettesét, meg annyi zsidó médium alapítóját és vezetőjét látták és hallották. Ezzel a beszélgetéssel véget ért a Pirkadat erre a hétre. A hétvégén az érdekesebb beszélgetéseket, majd mindegyiket is minden érdekes volt, megismételjük. Ma, kora esti órákban ráköszönt a sabat, mindenkinek Shabbat Shalomot kívánok, és akik tévét néznek továbbra is, azok maradjanak velünk. A nap 24 órájában. És vasárnap természetesen, a szombat kimenetele után ránk köszönt a Szimhát Tórá, menjenek el a zsinagógákba, és táncolhatnak a tórákkal is. Nagyon izgalmas lesz, és új érdekes dolgokat tudnak megtanulni, részesei lenni. Shabbat Shalom!